Aerobik bemutatóval hangolódtak a versenyzők a Nyíregyházi Bárci Gusztáv iskolában. Idén is a Nyíregyházi intézmény adott otthont a fogyatékkal élők világnapjához kapcsolódóan megrendezett autista és halmozottan sérült tanulók megyei sporttalálkozójának. Ők is tudnak nekik megfelelő sportágakban igenis versenyezni. Tudom, hogy nagyon nehéz velük, de én úgy érzem, hogy legalább egy évbe egyszer kerüljön arra sor, hogy a halmozottan sérült, autista és hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok versenyezzenek. A diáksportban inkább a nevelésen van a hangsúly, a sportolók önmagukat legyőzve társaikkal versenyezve növelhetik saját teljesítményüket, nem csak a sportban, hanem a tanulásban is. A szabadidősportnak annak egy kicsit másabb a célja, ott inkább a mozgás öröme, az, hogy együtt legyenek, közösséget fejlesztünk közöttük, sokkal inkább erre helyezzük a hangsúlyt az ilyen nagyobb eseményeknél, mint ez a mai is. A mostani sportverseny jóval túlmutat egy egyszerű találkozón. A sport az egy olyan integráló erő, egy olyan integráló lehetőség, amelyen úgy gondolom, hogy közösségi élményt teremtve sokkal jobban megismerhetjük az ő életüket is, és talán egy picit belekóstolva át tudjuk érezni azt, hogy milyen körülmények között és milyen lehetőségek között kell nekik megmutatni azt sokkal több energia ráfordítással, hogy bizony ők is ugyanolyan értékű emberek, mint bárki más. A fogyatékkal élő sportolók kiváló példaként is szolgálhatnak. Ha vannak olyan fiatalok, akik úgymond eltérő minták a hagyományostól, nem csak a sorstársaikra, hanem az épp társaikra is pozitívan tudnak hatni, hiszen egy fogyatékos fiatal tud sportolni, akinek azért több nehézséggel kell naponta megküzdenie, mint az épp társának. Ez pozitív példával járhat az épp társa előtt is. A másik pedig, én úgy gondolom, hogy minden ilyen esemény nagyon-nagyon fontos pillére a társadalmi integrációnak. A sporttalálkozón a fogyatékkal élő sportolók olyan egyéni számokban mérték össze ügyességüket, mint babzsákdobás, darts vagy roller, de a csapatok számára sorverseny is szerepelt a programban.